Az első világháborút lezáró béke, talán nem is nevezhetnénk békének, hiszen pár évtized után egy újabb világégéshez vezettek az akkori döntések. Tehát az első világháborút lezáró békeszerződések iszonyú terhet róttak Magyarországra. Területünknek, hazánk területének kétharmadát veszítettük el, és hogy a méltánytalanságot, melyet velünk elkövettek, méltóképpen szemléltetni tudjuk, elég csak a statisztikához fordulni. Birodalmi Németország minden 20 német ajkú lakosa közül 3 került idegen impérium alá, és minden 20 magyarországi magyarból 7 került a szomszédos, akkor megerősödő vagy létrejövő államokhoz. Gazdasági potenciáljunk fél lábra kellett, hogy ereszkedjen, hiszen nyersanyagbányáink, lelőhelyeink, igazi gabonatermő vidékeink a határon túl maradtak, miközben feldolgozóiparunk, vasúthálózatunk. Sokra Magyarországon. Természetesen. Természetesen nem csak a gazdasági, és nem csak a statisztikai adatokat, a tényeket lehetne korolni. Meg kell, hogy emlékezzünk azokról a személyes tragédiákról is, amelynek részesei voltak itt a későbbi jugoszláv határ mentén élő települések, de részesei voltak a határon túl, a Muravidéken maradt honfitársaink, de ugyanígy beszélhetnénk a Felvidék, Délvidék, vagy akár a Párcium, akár Erdély tragédiáról is. És kezdődött egy különös kálváriája az akkori történteknek, hiszen nem volt róla szabad 1945 után a szocializmus idején beszélni. Titokban egy-egy történész fiókjában születtek azok a tanulmányok, amelyek az okokat firtatták, az irodalmi művek tiltólistára kerültek, és csak a 80-as évek végén, a 90-es évek elején kezdődött el egy olyan nyitás, hogy valóban méltóképpen fölidézzük az akkor történteket, elemezni, és azokon a tényeken elgondolkodni tudjunk.